Néhány évvel ezelőtt a bátaszéki horgászok még csak álmodozhattak egy-egy ilyen jelenetről. A város hosszú csatározás és egyeztetés után tudta csak visszaszerezni a bányatavat, és adta a Horgász Egyesület kezelésébe. Az új tulajdonosok jó gazda módján azóta parkosítással, padok kihelyezésével tették komfortosabbá a tó környékét, és folyamatosan zajlik a haltelepítés is. 2018-ban tudtuk megszerezni, hogy az önkormányzat segítségével a volt Wineberger bányatavat, amit mögöttünk látható, és azóta ugye a Bátaszéki Horgász Egyesület próbálja mindig napra készé tenni, hogy minél több horgász, illetve a bátaszéki horgászokat tudja majd kiszolgálni. Azért látszik, most már látjuk, hogy az első évhez képest ez már növényzet szépen belepte a vízpartokat, nincs az a pusztatály, ami volt Hajdanába, és azóta ugye folyamatos haltelepítések, és mindig próbáljuk ugye a vízben lévő halfaunát föltartani, hogy a kilátogató horgászok ugye ezt tudják értékelni, és tudjanak halat fogni. Itt fönn is csináltunk, itt mellettünk látszik, hogy van egy ilyen pihenőhely asztalokkal, itt van fönt az őrbódé, illetve tavaly kb. 260 facsemetét ültettünk a tó köré, ami majd a későbbekben ugye a horgászoknak egy bizonyos szinten árnyékot tud majd nyújtani, és folyamatosan próbáljuk ezeket a fejlesztéseket csinálni. Lehet látni, hogy padok vannak már a vízparton, ugye a horgászok le tudnak ülni, illetve a családtagok, és akarunk még majd ilyen főzőhelyet kialakítani, meg majd a későbbiekben egy ilyen féltetőt, amit ugye eső esetén is lehet majd használni, mert ugye most már láttátok, az utat is egész végig le tudtuk kövezni, tehát időjárás most már nem gátja annak, hogy ide a tópartra ki tudjanak jönni a horgászok, tehát mint volt az elején, hogy egy jobb csapadék után még terepjáróval is nehéz volt kijönni ide a tóhoz, úgyhogy most ezek a dolgok megszűntek, ugye az utolsó lépéseket idén tavasszal csináltuk meg, létesítettünk még egy plusz áterezt, ami a domboldalról lejövő vizeket átvezeti az út alatt, és ezzel is egy olyan jó 200 méteres útszakaszt tudtunk a víztől megóvni, azt is végig le tudtuk kövezni, tehát ez is megtörtént. Jelenleg 536 állami jegyes horgász van, akik kiváltották erre az évre az engedélyt az Egyesületben. Köztük 120-an pecázhatnak a saját vízen. A telepítések költségét az Egyesület saját maga állja. Most idén második alkalommal végzünk haltelepítést, most is méretes pontyot fognak belehozni, 5 mázsát. Még mielőtt ugye itt a bányatónak a helyzete rendeződött volna, akkor már kerestünk kapcsolatokat, hogy onnan tudjuk majd hosszú távon beszerezni a halakat, és nem csak a pontra gondolok, azért itt telepítünk csukát, keszeget, tehát hogy minden halból legyen megfelelő ellátásunk, és atalán találtuk meg ezt a vállalkozat. Azóta is tőlük vásároljuk a halat, egy telefon, megbeszéljük, mennyi kell, hogy kell, és akkor egy pár napon belül mindig tudják hozni halat, megfelelő papírokkal, tehát, és nekünk ez a lényeg, mert ugye a hatóságok felé nekünk mindig el kell számolni a telepítésekkel. Ez a saját bevételeinkből történik, ugye, tehát most mindenki tudja, hogy volt egy kormány határozat alatt ugye az állami kezelésben, az állami tulajdonú vízterületekre írtak elő bizonyos méretű telepítéseket, de sajnos ez bennünket nem érinti, tehát nekünk a saját költségvetésünkből kell ezeket a telepítéseket finanszírozni. Van egy 5 évre elfogadott hallgazdák tervünk, amit ugye a kormányhivatal jóvá hagyott, és annak folyamodvaként minden évben a megfelelő telepítéseket, meg a bevételek figyelembe véve tesszük meg itt a tónál telepítéseket. Az újonnan betelepített állományból már kedvükre foghatnak a Bátaszéki Horgász Egyesület tagjai.